Az apák napját a 20. század eleje óta tartjuk meg az anyák napja párjaként. Azonban míg az utóbbi elterjedt és népszerű, addig az előbbi kevésbé van előtérben. Nekem is van 4 gyerek, fölhívtak, megköszöntöttek. Ritkán találkozunk, de ez legalább alkalmat ad arra, hogy valamiért fölhívjanak bennünket. A köszöntések ilyenkor mindenkinek jól esnek. Már nagyobb. Meg hát apa is, nagyapa is. És ő köszöntötték esetleg a... Persze, persze. Minden jót kívántak. Jól esett. A hölgyek közül a legtöbben hasznosnak tartják az alkalmat, fontos számukra az apák megbecsülése. Nincs nagyon a köztudatban még benne. Megmondom őszintén, én is mikor hallottam most valamelyik nap, akkor úgy gondoltam, hogy én sem emlékeztem arra, és főleg, hogy mikor van. Azt hallottam, hogy valamikor van, de... Nem, nálunk nincs a családban férfi sajnos, a közvetlen rokonságban, úgyhogy nem szoktunk ünnepelni. Okay. De örülök, hogy van, mert ugyanúgy, mint a nők között van tisztességes anya, meg nem tisztességes, a férfiak között is nagyon sok tisztességes apa. Azonban van olyan is, aki az anyák napját egyértelműen fontosabbnak tartja. Mert az anyák napja az tehát nagyon régóta van, tehát kezdetektől fogva van az apák napja, meg úgy egy pár éve. Nem tudom pontosan, hogy mennyi. A téma tehát megosztott, népszerűségében pedig még egyértelműen elmarad az anyák napjától, azonban ez a jövőben változhat.